estét kívánok! Az egy hónapos vakáció után legtöbb diák visszatért az iskolapadokba, vagy online folytatja a tanulmányait, viszont a nyolcadikosok azok, akik jelen pillanatban otthon tudatosan készülnek arra a lépésre, amely talán meghatározza a jövőjüket, bejutni álmaik középiskolájába, vagy szüleik vágyainak megfelelő középiskolába. Nagyon sok diák már ötödikes kora óta tudja határozottan, hogy például Bolya is szeretne lenni. Hogy mit is jelent bolyaisnak lenni, megkérdezném mai vendégemtől, a Bolyai aligazgatójától, Hajdú Zoltántól, akit szeretettel üdvözlök itt a City TV stúdiójában. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez már úgy beépült a köztudatba, hogy bolyaisnak lenni, meg a bolyais szellemiség. Tulajdonképpen mit jelent ez, és miért annyira büszkék az egykori bolyaisok erre a státuszukra, és miért vágynak már nagyon korán és nagyon fiatalon egyes gyerekek, akik már nagyon határozottan tudják, hogy mit szeretnének, hogy ők már bizony bolyaisok szeretnének lenni? Igen, hát ennek nagyon sok összetevője van. Hát elsősorban, ami a szülőket is, meg a diákokat is legjobban érdekli, az az eredmények. Tehát a Bolyai az mindig is nagyon jól teljesített, akár a nyolcadikosok országos felméréséről, akár az érettségről volt szó, az eredmények nagyon jók, sőt, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy éveken át az erdélyi magyar iskolák közül az eredmények a legjobbak a Bolyaiba. Főleg, hogyha megnézzük a számokat is, mert nagyságrendben is a legtöbb magyar diák a Bolyaiba jár Erdélybe. Legtöbben itt érettségiznek. A másik dolog, amikor ugye a járvány előtt, és reméljük, hogy rövidesen járvány után leszünk, nagyon sok rendezvény van az iskolában. Tehát az a diák, aki odajön hozzánk az iskolába, egész biztos, hogy talál valami kedvére valót, mert elkezdve a tánctól, a művészetektől, a sportig mindenféle lehetőség megadatik a diákoknak, és megadatott a múltban is. Az elmúlt 65 évben, mert itt kiemelném, hogy az iskolánk 65 éves, vagyis sokkal idősebb, mondjam így, de ugye azelőtt református kollégium név alatt működött, 65 éve vette fel a Bolyai Farkas nevet. És az előző években is ugyanez megvolt, hogy akik oda jártak, azok nagyon sok iskolán kívüli tevékenységet gyakorolhattak, nagyon sok iskolán kívüli tevékenységen vehettek részt, és ennek köszönhetően nagyon jó osztályközösségek, nagyon jó csapatok kovácsolódtak össze, és ennek a végeredmény az, hogy miután elvégzik az iskolát, továbbra is tartják a kapcsolatot a bolyais szellem jegyében. Ugye tévedés lenne azt mondani, hogy egy 14 éves gyereknek az az egyedüli szempont, hogy akkor tudja azt, hogy a statisztikák kimutatták, hogy mennyire jók a tanulmányi eredmények a Bolyaiban, és akkor azért menjen oda, mert bizonyára értesült és hallotta régi bolyaisoktól, hogy milyen jó diák élet van a Bolyaiban. Ezek azok az évek, amelyek meghatározzák ugye az ifjúkort, ezek azok az emlékek, amelyek maradandóak. Milyen hangulatok uralkodnak jelen pillanatban a Bolyaiban, hiszen egy picit változott a helyzet, gondolok itt erre a pandémiás időszakra. Mi a helyzet jelenleg? Hát tavaly, amikor beköszöntött ez a szörnyű időszak, akkor gyorsan lépni kellett, és mondhatom azt, hogy pár napon belül, 2-3 napon belül sikerült megoldanunk azt, hogy online felületre áttegyük az egész iskolát. Kezdetben egy mindenki által használt online-os felület, ami az interneten megtalálható volt. Utána pedig sikerült leszerződtetni, szerződni és kapcsolatba lépni és leszerződni egy másik felületet, amely most már csak az iskolái. Tehát minden osztálynak megvan a saját osztályterme, minden tanár kollégának megvan, hogy milyen osztályokba tanít, abba az osztályterembe bemegy, nekem is ma reggel 8-tól órán volt. A 11. C osztályba csak rákattintottam, és az osztályteremben volt az egész osztály. Na hát az is egyértelmű, hogy tehát ezt sikerült megoldani, és ezen kívül igen, még fűzzem hozzá azt, hogy még a járvány helyzet előtt mi elektronikus naplót vezettünk be az iskolába, tehát nem volt még híres a járványnak, de nálunk már az elektronikus napló működött, ez azt jelentette,
és azt jelenti napjainkban is, hogy én, ha beírom a jegyet, a szülő otthon látja, ha beírom a diákot, hiányzónak, a szülő otthon már látja is. Ez állandóan frissítve van, mert hogy vannak tapasztalatok az elektronikus naplóval kapcsolatban, hogy azért elég későn kerülnek be a jegyek, már úgy rég lecsengett. Hát igen, ez mondjam úgy, hogy tanárfüggő, de nálunk az iskolában az ilyen gondok nem nagyon vannak. Általában beírják. Tehát nagyon egyszerű, mert mindenkinek most már ugye okostelefonja van, a telefonon van ez megnyitva. Én például, mikor online is tanítok, ott van az osztály előttem, a telefon mellettem, onnan szólítom, ahogy a jegyet megadtam, hogy a felmérőt kijavítottam, írom is be. Úgyhogy ez nálunk nem nagyon adódik, hogy ne lenne beírva a jegy. És a frissítéssel igen, tehát teljesen napi renden van minden, ami az általános frissítés jelenti. Most azt, hogy esetleg a jegyek beírásával van egy-két a helyzet, amikor késnek, az megtörténhetik. Ezt nem is tudom felmérni. Nagyon sok osztály van nálunk, és nagyon sok tanár, tehát 75 kollega van, 75 tanárt követni azt, hogy mindenki beírja jegyet, elég nehéz. De én bízom nagyon a kollégákba, és tudom azt is, hogy be is írják a jegyeket. És tehát ezt sikerült megoldani a járványhelyzet, amikor kialakult. Na most egyértelmű, hogy azok a, miről beszéltünk az első kérdésben, hogy annyira vonzák a diákokat, azok most elmaradtak. Hát sajnos a tavaly már nem tudtunk gólyabált szervezni, nem tudtunk. Hát a ballagást megszerveztük szeptemberben. Tehát vártuk, hogy legyen egy olyan pillanat, amikor megengedik, és első év volt, amikor a várudvarán volt megszervezve, mert az iskola udvara felújítás miatt is fel volt eléggé fordítva, mondjam így, de a mi udvarunk a zárt falak között van, ezért sokkal jobbnak láttuk a várba, és a várba szerveztük meg, de az idei iskolai évben már megint gólyabált nem lehetett, szallagavatunk az holnaphoz egy hét lesz, úgyhogy most kezdünk visszatérni erre a régi megszokott életre, és reménykedünk abban, hogy ha az idén még nem is, de már az idén is például a sporttevékenységek május 17-én indulnak el, minden délután bolyais diákoknak lehet valamit sportolni. Lesz foci, lesz kézilabda, lesz kosárlabda, csak fel kell iratkozni, és megszervezetten, tiszta, ingyen és bérmentve bolyais diákok sportolatnak délutánonként az iskolába. Tehát szép lassan térünk vissza a úgymond normális életre. Viszont sajnálatos módon fennáll az a helyzet is, hogy azok a gyerekek, akik frissen bekerültek ugye 2 évvel ezelőtt, számukra még nem adatott meg az a lehetőség, hogy megtapasztalják, milyen bólyaistak lenni, hiszen ők 2 éve szinte teljes mértékben online. Igen, így van, akik most a 10-esek, hát ugye ők, hát ők még jobban megismerték egymást, mint az idei 9-esek, mert tavalyi 10-esek elkezdték szeptemberbe, és ugye márciusig együtt voltak, ott voltak az iskolában. Nekik még volt gólyabál. A gólyabál az első dolog, ami nagyon összekovácsolja, sőt, akkor elmondom, hogy egy másik érdekes rendezvény az összerázó meg a visszarázó. Ez az összerázó, milyen különbség a kettő között? Az összerázó az azt jelenti, hogy ugye az osztályok meg vannak jelölve betűkkel is. A-val kötett 9A, 9B és így tovább, és ugyanez van 10. osztályoknál is minden év folyamban, A-tól G-ig, és akkor a 10-es A elviszi kirándulni a 9-es A-t, az egész osztályt. Egy 2-3 napos kirándulás, ahol a 10-esek különböző érdekes versenyeket, érdekes tevékenységeket szerveznek, és ennek az a lényege, hogy a 9. osztályt összerázzák, hogy a 9. osztály megismerjék egymást a diákok. És a visszarázó az, amikor a 9. megszervezi a 10-nek. Na most ez, persze a 10-nek már nem kell összerázó, mert ők ismerik egymást, legalábbis a járványhelyzet előtt ismerték egymást nagyon jól, viszont a szervező az különböző tevékenységeket szervez, ami nem esik a legjobban annak, aki meg van hívva, például éjszaka felébresztik őket. Kicsit olyan bosszú formát ölt ez a dolog. Igen, annak függvényében, hogy milyen volt az összerázó, akkor a 9. Igen, úgy persze, visszaüt. Persze a 9. a 10-kel azért ezt nem tudja már megcsinálni annyira, mint a 10. a 9-kel, mert egyértelmű ott is, csupán hogy azért, mert nincs még tapasztalatuk, de azért is, meg van az, hogy korban,
nagyobb a tizedikes, mint a kilencedikes, de mindenkinek megadatik tizedikesnek lenni, és jön a következő kilencedikes generáció, úgyhogy majd ott ezeket mind, mondjam úgy idézőjelben, vissza tudják adni, amit ők kaptak előző évben. Úgyhogy ezért a mostani tizedikeseknek megvolt még az összerázás, a mostani kilencediknek nem volt semmi, tehát nekik nem volt összerázó, ők iskolába is egy pár hetet jártak, és akkor is ez a hibrid oktatás volt, amikor a fél osztály ott volt, a másik fele otthon volt, képernyőről követték az osztály többi részét, nem volt, úgy ahogy említettem, gólyabál. Tehát egyszerűen ők még nem is tudtak bekapcsolódni a különböző munkacsoportokba. Reméljük, hogy júniusban visszamegyünk, és akkor lesz még 2-3 hetünk. Ha nem, akkor nekem meggyőződésem, hogy szeptembertől teljes létszámmal fogjuk kezdeni az évet, és akkor sok-sok osztálynak kell gólyabált, sok-sok osztálynak kell összerázót és különböző eseményeket szervezni, de nem gond ez, menjünk minél hamarabb vissza, és mindent megszervezünk nekik. Olyan körülmények között, hogy ugye a tananyag az elég nagy, a tanmenet az nehézkes, sokan panaszkodnak arra, hogy sok a fölösleg, stb. Az elvárások eléggé magasak, mégis szükség van az ilyenfajta rendezvényekre is, és nagyon színes és gazdag a kínálat a Bolyaiban. Miért annyira fontos? Hiszen ezekkel munka van, ezek időigényes dolgok, és ennek ellenére a diákok nagyon szívesen vállalják a szervezést, vállalják a részvételt. Mi rejlik ezekben az eseményekben? Mert nem csupán a szórakozásról szól, gondolom. Nem, de hát már említettem azt, hogy ahhoz, hogy a diákok összeszokjanak, barátok legyenek, egy jó osztályközösség, évfolyam közösség, vagy akár iskola közösség kialakuljon, szükség van ezekre a rendezvényekre. Tehát ha ezek nincsenek, akkor csak az órán találkozik a diák, egész biztos, hogy nem fognak kialakulni a barátságok, nem ismerik meg egymás szokásait, és így tehát. Tehát ezért van szükség rá. Meg a hagyomány, ami nagyon fontos. Tehát a mi iskolánkban már említett Bolya is szellem, az, hogy az iskolában az elődök mit tettek, mit csináltak, ez mindig ott lebeg a szemünk előtt, akár diákoknak, akár tanároknak, és próbálunk olyan szintre, legalább olyan szintre, vagy nem tudom, legalább olyan szintre elérni, mint elődjeink, amit sikerült nekik elérni. Tehát próbáljuk tartani. Gondolom, eléggé kihívás ez, megtartani a régi szokásokat, a régi hagyományokat, de ugyanakkor áthozni őket a jelenbe, állandóan frissíteni, és akkor azt kérdezném, hogy így a tanári kar, vagy a diákok közül a nagyobbak, vagy kik azok, akik törekednek arra, hogy újabb dolgokat vezessenek be, vagy hogy megmaradjanak ezek a hagyományok, mert gondolom szükséges az is, hogy frissíteni ugye időnként ezeket a rendezvényeket. Igen, hát ezt mondanám úgy, hogy generációk hozzák magukkal az újabbnál újabb trendeket, szokásokat, és ezt tanári irányítással próbáljuk bevezetni az újdonságokat is. Szükség van minden egyes rendezvénynél, szervezésnél, szükség van a tanár kollégákra. Gondolom azért mert... van egy szűrő. Igen, tehát, igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem úgy történik, hogy a diákok kigondolnak valamit, és akkor azt meg is valósítják, mert sok jó ötlettel rendelkező diák van, de ugye van, amikor annak idején mi is így voltunk, átlépjük a határt, vagy a diák is megpróbálja átlépni a határt. És akkor leülünk, elbeszélgetünk velük, és teljes mértékben megtaláljuk mindig velük a középutat. Van egy diák szervezet is az iskolában, a BDS név alatt ismert, Bolya is Diákszövetség, ők nagyon sok mindent szerveznek, és velük sikerül majdnem minden, az iskolai tevékenységek minden részét lefedni, az iskolán kívüli tevékenységek szervezését, de ugyanakkor van tánccsoport, van furulyakör, van iskola újság, van iskola rádió, tehát mindenki megtalálja azt, amit ő szeretne.
mert már említettem a sportokat, aki sportolni szeretne, minden, tehát ő is megkapja a kellő sportágat, aki művészetek fele, van művészkör, van fotókör, van filmtekersnek nevezik, akik a különböző filmecskéket, fotókat készítik. Az iskolánknak most van külön csoport tanároknak Facebookon, van külön diákoknak, van iskola Facebook, van YouTube csatorna, tehát ezeket mind a diákok segítségével valósítjuk meg mindenhol, mert az igazság az, hogy már én is az a generáció vagyok, hogy ahhoz, hogy egy YouTube csatornát elkészíteni, szükség van a diák segítségére, mert nekünk ezt az iskolában, az egyetemen nem tanították meg, de nem csak ezeknél, hanem például a néptánc csoportot kiemelem megint, hogy a diák az minden generációból jön egy olyan diák, aki társainak be tudja tanítani bármelyik néptáncot, bármelyik erdélyi néptáncot. Ugye járnak táncolni különböző helyekre, jönnek, kialakítjuk a bolyai is néptánccsoportot, és egy diák betanítja a többinek. Furulja, zenekör, csodálatos zenekörrel rendelkezünk, ugyancsak diák vezeti a zenekört is. Van a tanár irányítás, de a énekelni tudó és hangszeren játszó diákok összegyűlnek, és minden eseményen fellépnek. Szívesen vállalják az ilyenfajta feladatokat a diákok, lévén, hogy ez plusz erőfeszítés, plusz idő a saját idejükből? Igen, tehát ezt határozottan mondom, hogy igen, sőt... Kicsit olyan presztízs kérdése is, hogyha ilyen... Igen, van... Pozícióba kerül valaki, hogy valamit igen, vezet, igen. Vagy valamit irányít, igen, hát, vagy... És nem csak, tehát presztízs kérdés is, de van egy érdekes végkimenete is az egésznek. Mi nagyon szép és nagyértékű díjakat hoztunk ki 12. osztály végén. Honlapon, a bolyai.ron meg lehet nézni egy ilyen menüpont alatt, hogy évvégi díjak. Hát a legnagyobb $1000. Hűha. És ahhoz, hogy ezt az $1000-os díjat megkapja, össze kell gyűjtsön sok, aki a legtöbb pontot összegyűjti a négy év alatt. Akkor lássuk, hogyan is működik ez a pontgyűjtés, mert ez biztos már most érdekli a jelenlegi nyolcadikosokat, hogy akkor tudják, hogy mire számítsanak. Megvan a pontozás is, ott van fent a honlapon. Persze számít az, hogy az első legfontosabb dolog, hogy a magaviseleti jegy az 10-es legyen, az átlag minden évben 9-es fölött legyen, és utána jönnek a különböző rendezvények. Ha a diák szövetségnek vezetője, akkor egy bizonyos pontszámot kap, ha tagja, akkor picivel kevesebbet, de nem csak a bolyai is diák szövetségnek, hanem ugye van Maros megyei diák szövetség is, van egy országos diák szövetség, a MAKOSZ. Ezekben, ha tevékenykednek, mind pontot kapnak. Akkor az iskolában, a már felsorolt tánccsoport, furulyakör, zenekör, a Tentamen újságnak, hogyha szerkesztője, ha a rádióba szerkesztő, ha különböző versenyeken eredményeket ért el, nemzetközi, országos, megyei versenyek, ezek mind pontozva vannak, és aki a legtöbb pontot összegyűjti, az elnyeri ezt a díjat, ezt 3 éve sikerült megszervezni, beszervezni ezt a díjat. Amerikában élő magyarok, volt bolyaisokkal vettük fel a kapcsolatot, és az is a neve a díjnak, hogy az amerikai koalíció díja, és a pontozási rendszert azt közösen velük dolgoztuk ki, de hát minden benne van, érdemes megnézni, mert egy 3 oldalas pontozási rendszer, minden 12-es pályázhat rá. Ez a nagy díj, de ezen kívül még nagyon sok, mert van a Kozma Béla díj, Kozma Béla tanár úr, néhai Kozma Béla tanár úr iskolánk volt igazgatója, neki köszönhetjük azt, hogy 1956-ban az iskola felvette a bolyai nevet. És az ő fia Magyarországon él, velük is felvettük a kapcsolatot, van egy 80-as bolyaisok nevű alapítvány Magyarországon, és ők adják ott, most remélem nem tévedek, 100 000 forintról van szó talán, aki a legjobb eredményt érte el magyar nyelv és irodalomból. Magyar nyelv és irodalomból, ha nemzetközi, országos versenyeken, vagy hogyha publikációja van. Ezért is nagy verseny szokott zajlani. De van ilyen díj, hogy BIOL díj. Van külön a reáltantár, matek informatikára, fizika kémiára, történelem földrajzra, ott talán 1000 vagy 1500 lejt kap, aki a legjobb eredményeket írja. Hát ez azt jelenti, csak amit van még a Győrfi díj, és még sorolhatnám, ami így eszembe jut, de mondom, ott mindent meg lehet nézni,
Ez azt jelenti, hogy ha a 9. odaérkező diáknak azon kívül, hogy tudja, hogy milyen tantárgyat szeret a legjobban, és hol szeretné folytatni, milyen egyetemre szeretne menni, ha megnézi ezeket a díjakat, akkor céltudatosan tud dolgozni, akár a tanterembe tanulni, versenyekre menni, vagy akár iskolán kívüli tevékenységeken részt venni, mert, mint ahogy felsoroltam, nem csak az számít, hogy milyen eredményeket ér el, hanem az is számít, hogy az iskolán kívüli tevékenységeken mennyire vesz részt. Ezek tudatában eléggé nehéz, vagy szinte lehetetlen csak sima diákként úgy ellenni 4 évig, tehát hogy csak járunk iskolába, meg haza, meg tanulunk, meg mit tudom én. Tehát, hogy mindig van valami, amifele vonzódhatunk, amiben bekapcsolódhatunk, hiszen rengeteg lehetőséget nyújt az iskola. És ami nagyon fontos az, hogy mindenki megtalálja a helyét, amint említette, hiszen nem minden gyerek egyforma, és van, akinek egészen ijesztő lehet akár ez az időszak, hogy akkor becsöppenni egy új közösségbe, egy új helyre, ahol ugye nem tudom, mire számítsak. Gondolok itt az érzékenyebb lelkekre, hiszen nagyon sok negatív tapasztalat is van, és lehet akár a középiskolás évek során. Igen, ezt a 9-esek mindig el is mondják, amikor már bátrabbak lesznek egy picit. Hát 9. osztály elején megvan teljes mértékben a diákokban az, hogy tartanak nagyon, hogy akkor most mi következik, és akkor most találkozni kell a Bolya is tanárokkal, és találkozni kell a nagyobb diákokkal. Tehát 9. osztályjal, hogyha találkozok ma a folyosón, szeptember-októberben, anélkül, hogy ismerném, tudom, hogy 9-es, látom a megjelenését. Igen, látom a megjelenését, félénkebbek sokkal, igen, mert a 10-ese, aki már megismert, akivel már beszélgettünk, akivel már megvan a tanárdiák kapcsolat, ő már sokkal merészebb. Amúgy ezt muszáj kimondani, mert hogy ez így van, hogy azért minden tanárnak ugye van egy hírneve. És akkor tudják, hogy X tanár, ő szigorú, a másik tanár szórakoztatóbb, de nagyon szigorú ő is. Kivel mit lehet, viszont azért előre mindent nem lehet tudni, és akkor jól jön a segítség a nagyobb diákoktól, és gondolom, ilyenkor mindig jönnek az információk, csupán a tapasztalatok alapján. A diák viszont mindig diák marad, és ugye próbálkozik, annak ellenére, hogy ezek jó gyerekek, akik bejutnak, jó tanulmányi eredményük van, tudják, hogy miért vannak ott, nagyjából tudják, hogy mi az elvárás, de attól mégis diákok. És akkor hogyan lehetett egy sikeres szabályrendszert kialakítani, és életbe léptetni, gyakorlatba ültetni, hogy ez úgy működjön, és akkor legyen rend és fegyelem, ahogy mondják, a Bolyaiban. Igen, hát van egy nagyon jó rendszabályzatunk, ez is fent van a honlapon, ez is mindenki számára. Nyilván ez is nézőpont kérdés, hogy nagyon jó. Igen, ki nézőpont van próbálva, igen, ki van, persze, hát ez úgymond negyedik éve, hogy a most életben lévő rendszabályzat működik. De hát kezdeném ott, hogy ez a rendszabályzat hogy alakul ki. Az iskolában létrehozunk egy rendszabályzatot, kidolgozó bizottságot, létrehoztunk bizottságot. Ebben a bizottságban benne van a tanári kar képviselői, benne van az igazgatóság, szülők 2 képviselője, és a diákok 2 képviselője. Tehát nem egy oldalú ez a rendszabályzat. Tehát a rendszabályzatban évente törvény szerint, és ez nálunk mindig be is van tartva, javasolni lehet változtatásokat. Tehát minden év szeptember 10-éig talán javasolni lehet változtatásokat, ezt összeül a rendszabályzattal foglalkozó bizottság, megvitatja, és hogyha ők javasolják, akkor bemegy a vezetőségi tanácsba, bemegy a tanári karba, és ha ott is jóvá van hagyva, akkor a rendszabályzatnak a része lesz. És akkor 4 éve nem volt szükséges változtatni? De voltak kisebb változtatások, sőt, most az idén szeptemberben nagy változtatásra volt szükség, mert most már az online tanítás is be van vezetve, hogy mit szabad online órán, és mit nem szabad. Voltak persze kisebb nézeteltérések. Most az igazság, hogy itt már elhangzott azt, hogy jó diákok, én mondanám azt, hogy csodálatos diákjaink vannak. Tehát mi hálát kell adjunk a jó Istennek, hogy ilyen diákokkal rendelkezünk. Tehát nincs nekünk olyan sok gondunk azért, hogy a rendszabályzat miatt a diákok háborúgjanak. Van. 1-2 persze adódik, és ez teljesen normális és természetes dolog, hogy nem mindenkinek felel meg az, hogy órán például be kell kapcsolja a kamerát. De én elmondom, hogy én órán, történelem órán, hogyha azt mondom, hogy
megkérek mindenkit, hogy kapcsolja be a kamerát, akkor a 30-ból a 30 diák bekapcsolja a kamerát. Tehát nincsen gondom. Ez az egyik olyan téma, azért hoztam ezt fel, ami ellen 2-3 diák felszólalt, hogy már mint törvény szerint nem kötelező a kamerát bekapcsolni. Ezért ez egy olyan konfliktusos helyzet, nekünk a rendszabályzatban benne van, hogy a kamerát be kell kapcsolni. És ezek a belső szabályok érvényesek az online-ra is, tévedés ne essék. Ezért lett az idén szeptemberben a változtatás, beleraktuk, bele van foglalva az online tanításra, külön szabályok vannak, úgyhogy gyorsan léptünk, és nekünk már a rendszabályzatban is benne van. Úgyhogy nem mondhatom, hogy a rendszabályzat miatt sok konfliktus lenne, mert a diákok képviselői ezeken a tárgyalásokon azért megpróbálják kivívni maguknak azt, amire alapvetően szükségük van, de nem lépik át soha a határt. Tehát mondhatom, igaz, felnőttek is, akik részt vesznek, mert 18 év fölöttiek általában ezek a képviselők, akik benne vannak a vezetőségi tanácsban, és szavazati joggal rendelkező diák van az iskola vezetőségi tanácsában. Úgyhogy ezek a diákok felnőttek, már meggondolják, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem. És persze, ami szükség a diákoknak, azt megpróbálják teljes mértékben kivívni. És az is egy fontos dolog, ami már elhangzott, hogy a diák, ő mindig diák marad. És én órán is el szoktam mondani, és most is elmondom, nekem mindig órák előtt, vagy diákokkal való tárgyalás előtt eszembe jut mindig azt, hogy én is diák voltam. És tudom, hogy én is akkor mit akartam, és próbálkoztam, ha tudtam azt is, hogy nem lehet. Na, most is a diák sokszor megpróbálja, amit nem lehet, elmondjuk neki szépen, megérti, és tovább lépted. Viszont az a kapcsolat, ami mindig kihívást jelent, és nagyon kényes, és nagyon elővigyázattal kell kezelni, a szülő és iskola közötti kapcsolat, mert ugye itt már a szubjektivitás, az érzelmi vetület az, ami domináló, hogy az én gyerekem ugye a legügyesebb, legokosabb, legjobb, és akkor van a szabályrendszer, meg vannak a konkrét esetek, tanulmányi előmenetel, stb. Milyen a bójai kapcsolata a bójai szülőkkel? Hát egy nagyon aktív szülőbizottságunk van. Ez azt jelenti, hogy van egy iskolai szülőbizottság elnök és alelnök, akik ugyancsak tagjai a vezetőségi tanácsnak, és minden osztályba kiválasztanak egy szülőbizottság elnököt, évente 3-4 gyűlést tartanak, ahol megbeszélik a legfontosabb dolgokat. Mi a szülőbizottság vezetőivel vagyunk inkább kapcsolatban, tehát azok, akik a vezetőségi tanácsban is benne vannak, és mondhatom, hogy nekünk soha semmi gondunk nem volt a szülőbizottság vezetőivel. Általában úgy történik, hogy ha valamelyik, tehát a szülők közül valakinek valami gondja van, az jelzi a szülőbizottság elnökének, ő jelzi nekünk, és közösen próbálunk megoldást tartani. Persze vannak kivételek is, mert egy 1100 fős iskoláról beszélünk, ez 2200 szülőt jelent úgy nagyjából számolva csak. És vannak olyan esetek, amikor a szülő ő megpróbálja a saját gyermekének az érdekeit maximálisan képviselni, de mi mindig tárgyaló felek voltunk, tehát hozzánk az iskolába bármikor bárki bejön, az igazgató úr is mindig fogadja és leül, és megpróbáljuk törvény szerint a közös nevezőt megtalálni. Hozzám is akárki jön, az a nap bármelyik órájába fogadom az iskolába, és sőt, én telefonom meg a modern technikával, a messengerem, meg a WhatsAppon, meg nem tudom, én mindenhol szoktam válaszolni. Vannak helyzetek, ahol nem tudunk teljes elégtételt nyújtani, de általában ezek nem tőlünk függenek. Tehát egy nagyon nagy kérdés volt az utóbbi időben nálunk az épület. A 04, az előkészítőtől a negyedik osztályig a felújítás miatt át kellett költözzenek a 6-os és a 7-es iskolába. De hát egyszerűen nem tőlünk függ az, hogy az iskola felújítását elkezdték, azt, hogy a termeket nem lehet használni 100%-ban, és azt, hogy a polgármesteri hivatal ezt biztosította nekünk. Most a visszajövetellel megint elkezdtek a kérdések felmerülni.
egész addig, amíg nem látjuk a végét a felújításnak, addig megint nem tudunk semmit mondani. Mi azokban a dolgokban, amivel belelátunk, mindenbe próbálunk megoldást találni. Vannak olyan dolgok, amelyek nem tőlünk függnek, és ott esetleg közvetíteni tudunk polgármesteri hivatal, egyház, mert tőlük függünk, ez a két intézmény irányába. És beszéltünk arról, ugye, hogy említette, nem látjuk a végét a munkálatoknak. Azért biztos vagyok abban, hogy létezik egy kép arról, hogy hogyan alakulnak a következőkben ezek a munkálatok. Mi az, amit sikerült már is megvalósítani? Mert azért fontos elmondani, hogy igen, lezárult egy bizonyos szakasza ennek a dolognak, és mi az, ami még ugye folyamatban van jelen pillanatban? Hát ugye mindenki ismeri az iskola épületét, tudjuk azt, hogy ha a Bolyai térről, a szobroktól nézzük, van a főépület, ha a Sáros utcán megyünk felfele, jobb oldalunkon ott van a mindenki által bentlakásnak ismert épület. Annak köszönhetően, hogy ez a két épület két külön telekkönyvben szerepel, ezért a bentlakás épületével kezdődött el a felújítás, nem föltétlenül azért, mert az, tegyük fel, fontosabb lett volna, de arra sokkal hamarabb megkaptuk az engedélyt. Tehát ez volt az oka. A nagy épületre sokkal nehezebb volt engedélyt szerezni a felújításra. Na most a bentlakás épülete fel van újítva teljesen. Ez a felújítás teljesen, ez azt jelenti, hogy például az osztálytermekben, amelyek a földszinten vannak, felszedték a padlót, a padló alatt volt öntve, nem tudom most beton, azt is felszedték, beástak az iskola alá teljesen, villanyvezetéket teljesen, vízvezetéket teljesen, központi fűtés van téve. És ezek olyan dolgok, amik nem látszanak. Amik nem látszanak, így van, fontosak. Így van. De teljesen életveszélyes volt, ezt is elmondanám, életveszélyes volt ez az épület. A támfalak, a támpillérek, amelyek tartották a falakat, mind meg voltak repedve és meg voltak csúszva. Ezek alá mind be kellett ásni, be kellett önteni. Most úgy néz ki az új épület, hogy a maga a kinézetét megtartotta, tehát például az ablakok ki vannak cserélve, faablakok vannak, és ugyanaz a mintája, mint ami volt a régi, mert erre a műemlékvédők kötelezték az építkezőt. És tehát új villanyszerelés, új fűtés, ezt az egyház végezte mind. Utána, amikor teljesen felújították, akkor mondjam úgy, hogy jöttünk mi az iskola, és most jelenleg minden egyes osztályteremben okostábla van, minden egyes osztályteremben. Minden egyes osztályteremben egy nagy teljesítményű számítógép, kamerákkal fel van szerelve, nem olyan kamerákkal, hogy az osztályt, az órát vételezzük, hanem az esetben, hogy hibrid oktatás van, vagy akkor tudja követni otthonról is a diák. Például tehát az online felület biztosítson. Igen. Tehát minden egyes termünk így fel van szerelve. Minden egyes termünk. Tehát még egyszer okostábla, számítógép, kamerák, minden, amire szükség van a modern oktatáshoz, internet, nagy teljesítményű internet. És akkor azt is elmondanám, hogy a folytatás az, ugye átmentünk most a nagy épületbe, ahogy a bentlakás meglett. A Bolyai utcai szárnyat kezdték el felújítani, ott aki a Bolyai utcába jár napjainkban, ha ránéz, már egy részt fel is újítottak, lehet látni az utcáról is, és az ígéret az, hogy szeptember 1-ére a Bolyai utca felüli szárny meg lesz, kész lesz. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben ott már kezdhetünk, tehát meg lesz a bentlakás épülete és meg lesz a Bolyai utca felüli szárny. Nekünk sikerült már oda is, az egész épületre sikerült beszerezni az okostáblákat és a számítógépeket, és ennek köszönhetően, amikor vége lesz és meg lesz az ígéretek szerint 2022. szeptember 1-én, 2022, igaz? 21-ben vagyunk. 2022. szeptember 1-ére meg lesz az egész iskola, akkor minden új lesz az iskolában. A nagy épületben is villanyvezetéket szerelnek, központi fűtés lesz, és ott is teljesen számítógépekkel, modern eszközökkel minden egyes terem fel lesz szerelve. Úgyhogy nehéz időszak, tehát talán mondhatom azt, hogy a legnehezebb nekünk, mert meg kell oldjuk a helyzetet. Annyiféle síkon. Igen, jelent, igen, meg kell oldjuk, hogy a diákok ettől függetlenül járjanak iskolába, amikor járhatnak. Lehet, igen. Ha nem járhatnak, akkor meg kell oldjuk az online felületet, és valahogy mindig is arra törekedtünk, hogy ez a felújítás minél hamarabb meglegyen. De nagyon fontos, hogy várjuk ki, mert
egyértelműen szükség volt erre a felújításra. Nekem van egy pár képem a felújítás elől, hát úgy nézett ki ez az iskola épülete, hogy szörnyű volt ránézni, és most lesz egy nagyon szépen, nagyon jó minőségileg, nagyon jól felújított iskola, ami eltarthat még 50-100 évet. Csupán türelem kell hozzá, de már ugye a végét lehet látni. Igen. Online oktatás, mindenki, nem mindenki, de sokan negatív véleménnyel vannak erről az időszakról. Gondolom önök tanárokként ezt úgy megbeszélték ott tanáriban, vagy bármilyen más környezetben, hogy akkor mit is jelentett tulajdonképpen az online oktatás a bolyais tanulmányi előmenetel szempontjából. És akkor az lenne a kérdésem, hogy egyértelműen veszteségként élték meg, vagy normális felszínen paraméterek között működött, tehát hogy akkor lehetett haladni azért. Igen, hát kezdeném azzal, hogy az országos átlaghoz viszonyítva szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát nálunk a statisztikai kimutatásuk alapján az online oktatáson 100%-ban mindenki részt vett. Mi a tavaly szeptemberben feltettük azt a kérdést, egy kérdőívet indítottunk el a szülők, illetve a diákok között, hogy ki az, aki nem rendelkezik otthon számítógéppel, laptoppal, mert mi adunk. Csak hogy legyenek ott órán. És az 1100 diákból egyetlenben egy visszajelzésünk volt, hogy egynek nincs otthon, amiről belépni az online órákra. És adtunk neki egy számítógépet. Ezt utólag is mindig megkérdezzük, hogyha valakinek gondja van, akkor jelezze. Ezen kívül ugye a polgármesteri hivatal segítségével azokat a bizonyos tabletteket is kiosztottuk, ebből volt vagy 400 darab. Ezt kapott diák, tanár, mindenki, aki kért. Úgyhogy a feltételek azok megvoltak az online oktatáshoz, és a bolyais diákok részt is vettek. Mert megköveteltük a hiányzások beírását, és a bolyais diákoknak számít az, hogy a magaviseletük 10-es legyen, számít az, hogy a médiájuk jól legyen. Persze itt a nagy kérdés a hatékonyság. Itt ez a nagy kérdés. Na most a leckék le vannak adva. Tehát ez is biztos, mi órákra is jártunk, voltunk online óra látogatáson is, úgyhogy a kollega tartotta, én otthonról beléptem az órára egy másik osztályba, minden óra meg van tartva, a lecke le van adva, de megint az jut eszembe, hogy a diák az diák, és diák is marad, az is volt, és az is marad mindig. Kihasznál mindent. De a feedback is most más formában érkezik, és akkor meg lehetett találni azt a módot, hogy akkor számon kérjük, és az valós legyen, amit visszakapunk. Mert hát hogy mindig vannak kis kapuk meg lehetőségek. Ez az, amit nagyon nehezen tudunk megoldani. Mert ellenőrizni azt, hogy például egy felmérő írás esetében ellenőrizni azt, hogy 30 lakásban mi történik, lehetetlen. Azt megvalósítani, én például most 13 osztályt tanítok, ez durván számolva 400 diákot jelent. Most, hogy én 400 diáknak külön felmérőt adjak, hogy egymásnak ne tudjanak esetleg segíteni, az megint egy lehetetlenség. 400 külön felmérőt összeállítani egy tananyagból. Ezzel végül is azt mondjuk, hogy azt mondanánk, vagy azt közvetítenénk a diákok fele, hogy nincs bizalom. Tehát, hogy ez egy biztonságos megoldás, és akkor az, ami egykor történt az osztályban, az a mód, ahogy én megismertem azt az osztályt, vagy ezt a diákot, az most úgy lenullázódik, és akkor onlineban teljesen más diákok jelentkeznek. Miért van ez a törés, és ha van egyáltalán, vagy van-e akkora különbség az online és a valós fizikai oktatás között a diákok esetében, vagy a diákok többségének esetében? Mert hogy nem hiszem, hogy az a diák, aki eddig is lelkiismeretesen tanult az osztályban, az akkor most nagyon kihasználna az online cseleket, és akkor hátradől, és többet nem tanul, mert hogy nem muszáj neki, nem látja senki. Tehát nem feltétlenül a bizalom kérdését, nem, bizalom az van, nem feltétlenül. Tehát, de vannak nagy különbségek? Nem mondanám ezt feltétlenül. Az iskolában is megpróbálnak a diákok különböző módszerekkel segíteni saját magukon. Tehát ott is megpróbálják. Persze sokkal könnyebben lehet ellenőrizni őket, és ezért nem tudnak annyira. Ezért valósabb az, ami az iskolában történik. A jegy, amit adunk, az sokkal reálisabb, mint amit online felületen adunk. Mert online felületen sokkal könnyebben
meg tudja szerezni a segítséget magának. Tehát inkább erről beszélünk. Nem feltétlenül változik a bizalom kérdése, és persze beszélünk a Bolyaiban mindenki jó diák, de a legjobb diákokról. Vannak igen, akik lelkiismeretesek, és nem folyamodnak ezekhez a módszerekhez, csak itt sokszor megtörténhet az is, hogy pont az, amelyik nem folyamodik, az kisebb jegyet kap most, mint az, amelyik folyamodik. Bizony. Tehát itt ez a fordulat, ez bejöhet. Mert a feleltetésnél tud saját maga, de egy felmérő írásnál tudom biztosra, tehát én osztályoknak bebizonyítottam ezt már, pedig nekem egy nagyon szép, de egyszerű tantárgyam van a történelem, de bebizonyítottam, hogy mindazok ellenére, hogy egy humán tantárgy ugyanolyan rossz választ adott két-három diák, ami egyértelmű, hogy az egyik településen volt, a másik településen, és látszik az, hogy ők egy másik felületen segítenek. De még egyszer én kihangsúlyozom azt, hogy amikor iskolában vagyunk, a diák ott is megpróbál segítséget szerezni ahhoz, hogy elérjen minél nagyobb jegyet. Itt könnyebben meg tudják tenni. Én azt mondom, hogy az online tanítás nem egy alternatíva, egy szükségmegoldás. Tehát most szükség volt az oktatást megoldani. Én azt mondom, hogy a teljesítmény is most alacsonyabb, egész biztos. Ezért nem lehet ezt így folytatni. De az sem megoldás, és nem is tudom, hogy lesz olyan iskola, aki tudja úgy folytatni, hogy visszatérjen arra a módszerre, ami volt a járvány előtt. Az is már lehetetlen szerintem, mert a diákok figyelmét ugye megfogni most azzal, hogy beüljenek az osztályba, és valaki diktáljon nekik, és ők írjanak azok után, hogy két évig ültek a képernyő előtt, és mindent, amit kértünk, azt valamilyen technikával kellett megoldják, megint lehetetlen lesz. Tehát itt most az újabb kihívás jövő szeptembertől, még egyszer mondom, reménykedem nagyon, hogy visszatérünk 100%-ba, az, hogy a kettőt ötvözni. Tehát szükségszerű, amúgy ez? Igen. Picikét mondjuk a felvilágosodás korát érheti meg most a tanügy ilyen szempontból, hogy igen, megtapasztaltunk egy új dolgot, ami nem is annyira rossz, nem egyértelműen jó, viszont vannak nagyon jó dolgok benne, amiket illene, vagy jó lenne beépíteni. Így van. Tehát azok után, hogy most már minden tanár kollega megkereste, egymást segítették azt, hogy online felületen hogy lehet és mivel lehet tanítani, akkor azokat fel kellene használják továbbra is az osztályterembe. Tehát és ez volna a cél. Érdekes dolgokra találtak rá szerintem a tanárok is, és felfedezték önmaguk képességeit is, meg azt, hogy azért az online felületen mennyi sok érdekes eszköz van. Így van. Ami könnyíti a munkájukat. Na pont ezeket az eszközöket továbbra kell használni az osztályterembe. És ezért is volt nekünk a célunk, és ahogy említettem, a bentlakás épületében már megvalósítottuk, a főépületben is meg lesz valósítva, hogy mindenhol ott lesz a számítógép, ott lesz az okostábla, ott lesz az internet, és akkor továbbra is meg lesz az online felület, azzal sincs semmi gond, mert a sok tananyagot, amit összegyűjtöttünk erre a bizonyos online platformra rá tudtuk tenni, az ott mind megvan, és akkor én jövő szeptemberben 9. osztálynak ugyanazokat a filmeket megint meg tudom mutatni, tudok tanítani úgy, hogy megnézzük azt, hogy például ma Európai Unió történelmét néztük 5 percbe, utána megbeszéltük 9. osztályba a kereszténység kialakulását. Annak következtében, hogy rá voltunk mondjam úgy utalva is, én például 9-től 12-ig minden leckén megvan kis oktatófilmben. Látom, hogy mennyire más, amikor a diák megnézi, mennyire jobban megmarad. Na hát ezeket, hogyha visszatérünk az iskolába, nem tehetem azt, hogy kiállok az osztály elé, elmondom, vagy lediktálom, hanem ezt továbbra is meg kell nézni, feladatokat ez alapján kell adni, és akkor egész biztos, hogy a kettő ötvözetéből egy nagyon jó oktatási rendszer alakulhat ki, és ez most én magamról hazudom a példát, de mindenki ezt, ha így fogja tenni, akkor egy nagy előrelépés lesz az oktatásban. És valószínű megtapasztalta ön is a nyitottságot a tanárok körében. Tehát, hogy azért annak ellenére, hogy az elején valószínű nagyon nehéz volt, és sokan úgy gondolták, hogy jó, ezt most valahogy kikínlódjuk, de hogy nem igazán akarjuk csinálni. Az idő mégis beigazolta, hogy igen, akár érdekes is lehet, és van nyitás. Igen, tavaly márciusban, amikor elkezdtük, ugye akkor már említettem azt, hogy egy mindenki által használt online felületen voltunk,
Hát valamikor júniusban sikerült megoldani azt, hogy az iskolának saját felülete legyen. Ott egy kicsit az áttérésnél nehéz volt, mert és meg is értettem akkor a kollégákat, mert azt mondták, hogy megszoktuk ezt, tudjuk ezt, hogy kell, és most menjünk át egy másikra. Azok után, hogy márciusban kijöttünk az osztályteremből, egy felület, másik felület, de most oda jutottunk, hogy a 75 kollega mindenki ott van azon a platformon, azon tartja az órát, mindenki nagyon szereti, gyűléseket ott tartunk, sőt, diákok is ott össze tudnak gyűlni, van a diákoknak is külön csoportjuk. Az év végén volt egy ellenőrzésünk Bukarestből, egy áracsippes minőségellenőrzés. Igen. Bukarestből, és mindent ott tartottunk meg, velük is. Megszokták, a Bolya is tanárkollégák, mindenki 100%-ban megszokta, használja, jól használja, tartottunk felkészítőt is. Igen, ezt is el kell mondjam, hogy nálunk meg volt az is szervezve, hogy aki akart, az bejött az iskolába, hamarabb ott elmutattuk, hogy kell ezt a felületet használni, mármint elmutatták azok, akik jobban értenek hozzá. És annak következtében, hogy olyan sokat használjuk, ezt is elmondom még, hogy most két hete a Microsoftnak partneriskolája lettünk. Megkaptuk ezt a címet, hogy Microsoft Partneriskola. Hát annyira jól csinálják, annyira. Hogy is tanárok ezt a dolgot. Igen, igen. És ez annak köszönhető, mert az első találkozáson, amin részt vettünk a Microsofttal, akkor elmondták, hogy igen, de vannak iskolák, akikkel szerződést kötöttünk, de nem használják a platformot. Hát nálunk nap, mint nap, 40 osztályba, reggel 8-tól, de utána 3-ig használva. Úgyhogy megkaptuk ezt a címet is, hogy Microsoft Partneriskola. Az utolsó kérdésem... Az, amit ugye nehéz megválaszolni, és nyilván nincs egyértelmű válasz erre, de azért mégis megkérdem, hogyan lehet megteremteni az egyensúlyt a jegyorientáltság és a tudásorientáltság között? Ugye elhangzik többször az, hogy mennyire fontos a jegy a diáknak, vagy akár a szülőnek, vagy tanárnak, és akkor mindenki nagyon hajt a jegyre. Viszont mindannyian tudjuk, hogy a tudás az, ami igazából fontosabb, és hogy a jegy és a tudás nem mindig van akkora nagy harmóniában. Mi a helyzet ez a Bolyaiban? Ugye kell tartani egy szintet, évente ugye a statisztikák, a kimutatások azt jelzik, hogy igen, a Bolyai az egy nagyon jó iskola az eredmények alapján, viszont nem csak erről szól, nem csak a tanulásról szól a Bolyai is élet, jegy és tudás. Igen, hát most, ha a tudást próbáljuk felmérni, mert ugye a jegyeket, azt én tudom, hogy mire adom a jegyet, a tanár kollégái mind fel voltak készítve az egyetemen, és nagy tapasztalattal rendelkeznek, szerintem mindenkinek megvan az értékelési rendszere. Most itt, ahol gond adódik, ami a tudást illeti, arra is, ahol gond adódik. A tudásnál az a helyzet, hogy most manapság a versenyek már nem csak arról szólnak, hogy megyünk és írunk, és tehát vannak általános műveltségi versenyek országos nemzetközi szinten. Van olyan verseny, például az egyik a Bolyaiban, meg erdélyi szinten, magyarországi szinten nagyon jól ismert verseny, a TUDEK, amelynek a nemzetközi folytatása a TUDOK. Ez azt jelenti, hogy a bolyai diák, vagy akárki, aki részt vesz, egy olyan dolgozatot kell írjon és bemutasson egy egyetemi tanárokból összeállított zsűrinek, olyasmiről kell írni, amiről még nem írt senki. Hát fel kell fedezzen valamit. Na, elmondom én azt, hogy országos és nemzetközi szinten is a Bolyai mindig aradt. Nemzetközi szinten is. Nekem is volt diákom, aki a nemzetközi versenyt megnyerte történelemből. Neki fogott, és Marosvásárhelyen megkereste a legrégebbi autót, és leírta annak a történelmét, az autózás történelmét Marosvásárhelyen. Ezt egy diák tette meg. Megnyerte a nemzetközi nagydíjat. Én azt hiszem, hogy a tudás és a jegyek összehangolása, nagyok a jegyek a Bolyaiba, de a tudás is nagy, én azt mondom. Tehát a diákjaink nagyon jók. Persze ezt nem lehet 100%-ban így elmondani. Nagyon nehéz. Különbséget kell tenni szakok és szakok között, különbséget kell tenni diák és diák között. Reális elvárás vagy állapot az, hogy középiskolában valaki szintízes legyen. Van-e ilyen, hogy szintízes diák? Nem reális. Nem és reális. Mégis van. Van, de nagyon ritka, én elmondom, hogy nagyon ritka. Kevés a szintízes a középiskolában. Kevés, azért az 1-2-9-es azért becsúszik. Persze, vannak olyan diákok, akik természetüktől fogva arra koncentrálnak, hogy mindenből szintízes legyen. Ez egy külön csoport.
Mint ahogy van az, amelyik megpróbál csak átmenni, mint amelyik inkább a versenyekre. Tehát vannak különböző csoportok, úgyhogy ezeket a diákokat sem lehet elítélni, hajtanak azért, hogy ők legyenek az elsők. Ez egy egészséges verseny különben, hogy ő mindig első akar lenni, és mi biztosít jobban annál, hogy első leszel, mint hogyha szint 10-es vagy. De nem olyan gyakori az iskolában a szint 10-es. 12. osztály végén mindig össze, tehát az évfolyam első úgy van kiszámítva ballagásra, hogy a 4 év eredménye. Na hát nem tudom, az utóbbi 4-5 évben talán egy diákunk volt, aki mind a 4 évben szint 10-es volt. Talán egy volt összesen az utóbbi 4-5 évben. Általában a legjobb jegyek azok ott 9-90 és 10-es között mozognak, ami azt jelenti, hogy 1-2 évben volt egy vagy két vagy három 9-es lezárás. Amúgy hol mozog a skála, hogyha a 8-osok vizsgáját tekintjük, ugye, ami hamarosan megtörténik, milyen jegyekkel jutnak be a diákok a Bolyaiba? Igen, ez megint évfüggő nagyon, mert annak függvényében, hogy a tételek milyen nehezek, úgy mozognak a jegyek. Mire számíthatunk idén? Ez nagyon nehéz megmondani. Mindenki tudni valószínű. Azt nagyon nehéz megmondani, de általában a 58-60 fölötti jegyek be tudnak jutni a Bolyaiba általában. Ott mozog, és persze megint szakfüggő, mert a természettudományokban, akkor mondjam azt is el, hogy természettudomány, társadalomtudomány és matek info osztályok vannak. A legnehezebb a természettudomány osztályokba bejutni, és akkor miért? A legnagyobb kérés arra van. Legtöbben azt kérik, hát én a miért is. Az osztályról természettudományok, szerintem sokan nem is tudják, hogy akkor ott most mi történik, mert a matek info azon egyértelmű, hogy az reál, meg mit tudom én. A természettudományok osztályban mi? Természettudomány, a különbség az, különben a tantárgyak, mondjam úgy, hogy nagyjából ugyanazok, mint a természettudománynál, mint az informatikánál, csak a matematika tanításánál van egy olyan, hogy matematika 1, ezt az infósok tanulják, van a matematika 2, azt tanulják a természettudományosok, és a matematika 3-at tanulják a társisok, a társadalomtudományosok. És a társadalomtudományoknál ott a nyelvek, az idegen nyelvek a hangsúlyosabbak? A társadalomtudományoknál a történelem, a földrajz, a főtantárgy és a társadalomtudományok. Társadalomtudomány az azt jelenti, hogy minden évben tanulnak valami más társadalomtudományt, pszichológia, logika, gazdaságtan, szociológia, ezekből is írnak fél évit írnak történelemből, románból, magyarból és nyelvekből. Na de a nyelveket azért nem válaszoltam azonnal, mert a nyelvek nem csak ott főtantárgyak, nálunk a egy osztály kivételével minden emelt szintű nyelv van hozzá. Tehát a természettudománynál is úgy van, hogy természettudomány, emelt szintű angol, természettudomány, emelt szintű német. Tehát mindenhol a nyelv, mindenhol bejön az emelt, heti 4 órában tanulják a nyelvet minden egyes osztályban. Uh-huh. Csak a románt, a magyart és a mateket tanulják heti 4 órában különben, úgyhogy a nyelv az mindig nagyon, nagyon fontos. És visszatérve az eredményekre, tehát a statisztikákra is, soha nem szabad szerintem iskolákat úgy összehasonlítani, vagy szakokat úgy összehasonlítani, hogy például egy természettudomány osztály eredményeit a társi osztály eredményeivel. Mert egész más a tantárgy, amit tanul. Két társadalomtudomány osztályt össze lehet hasonlítani, két természettudományt igen. Vagy iskolákat. Láttam most nemrég egy statisztikát. És a statisztikában kihozták, hogy az idén egy másik iskola volt az érettségi eredmények szerint a legjobb Erdélyben, de én már hozzá is fűzném, hogy abban az iskolában 50 diák érettségizett, és nálunk 220. Tehát más az alány. Én nem hiszem, hogy egy 50 fős iskolát, egy 220 fős iskolával össze lehet hasonlítani, és nem mi voltunk a legjobbak, de nálunk a 220 diák átment az érettségén, senki nem bukott, senki nem ismételt. Tehát nincsenek ideális helyzetek, még az ilyen top listák összeállításakor sem. Amúgy idén hány helyet biztosít a Bolyai, és milyen felbontásban? 7 osztályt indítunk, mint minden évben. És úgy van, hogy igen, az új tanügyi törvénynek köszönhetően nem 28-asok az osztályok, hanem 26-osok jövőtől. Ez azt jelenti, hogy 14 helyel kevesebb ez lesz, mint a... Hír, igen. Igen, 14 helyel kevesebb. Ez egy országos törvény. Na most mi szoktuk cserélni, minden évben úgy van, hogy
három természettudomány, vagyis egy évben úgy van, hogy három természettudomány, két informatika, két társadalomtudomány, és a következő évben három informatika, két természettudomány és két társadalomtudomány. Ez pont azért, hogy próbáljuk az egyensúlyt megtartani, de a helyek száma ugyanaz. Most, ha gyors számolást végzünk, 170 helyünk van kb. A jövő évre, úgyhogy az a 14 hely az vesztődött el, de ez az országos törvénynek köszönhetően. Amúgy a jelentkezők arányát illetően milyen arányban jelentkeznek vásárhelyi iskolákból gyerekek Bolyaiba, és milyen arányban a más településekről? Itt lehet, így is le lehet osztani, hogy vásárhely és vidék, hát jó 60%-a marosvásárhelyi, és 40%-ára mondanám azt, hogy vidék, de a vidéknél hozzáfűzném azt is, hogy a vidék az nem feltétlenül a falvakat jelenti, csak, hanem ugye a Maros megyei többi város, régen Szováta, Segesvár. Tehát még ők is bevállalják ezt az áldozatot. És folytatom tovább, hogy minden évben 3-4 más megyéből is jönnek hozzánk diákok. Tehát minden évben jelen van Hargita, jelen van Szeben megye, mert a megyesi magyar diákok 90%-ba hozzánk jönnek, sőt, Beszterce megyéből is a magyar diákok hozzánk jönnek, úgyhogy, és Szovátán például tavaly 10 vagy 11 szovátai diák jött hozzánk. Tehát nem hiába ez a hírnév, hogy Bolyaisnak nagyon jó lenni. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt volt, rengeteg dologról beszélhetnénk még, és remélem lesz még alkalmunk. És nagyon remélem, hogy hamarosan a normális kerékvágásba visszakerül minden. Erre már önöknek biztos megvan a tervük, ami az online és a régi módszerek ötözését illeti. Hát sok sikert továbbra is, és normálisabb évzárást főleg. Köszönjük gyönyörű szépen. Ballagási ceremóniát, úgy, ahogy megszoktuk már a Bolyai részéről. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nézőinknek köszönjük a figyelmet, ne feledjék minden kedden és pénteken este 7 órától magyar nyelvű adás itt a City TV-ben. Viszontlátásra!